Úton vagyunk Tápió Bicskére, a Magyar Motocross Bajnokság harmadik fordulójára, ahol egy nagyon különleges ember is megméretteti magát. És ebben a pillanatban lépett a dobogó tetejére ifjabb német Kornél. 1983. március 9-én született, tehát alig több mint 14 éves, és ma felnőtt itt a tévé nyilvánossága előtt. Kori a magyar offroad motorsport legnagyobb ikonja. Úgy is lehet mondani, hogy amit magyarként el lehetett érni ebben a sportban, azt ő elérte. Évekig ment világbajnokságon pontszerző pozícióban, mind motocrossban, mind super enduróban. Hatalmas sikereket ért el freestyle motocrossban és cross countryban is. Emellett 19-szeres magyar motocross bajnok. És Kori idén indul a magyar motocross bajnokságban senior kategóriában. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ma végigkísérjük a napját, megkérdezzük, mi a helyzet vele, és nem utolsó sorban megnézzük, mit tud a pályán. Úgyhogy tartsatok velünk! Sziasztok, Németh Kornél, Tápió Bicskén vagyunk, és a Street Cat Media fog minket követni ezen a napon. Szendi Laci bácsi. Sziasztok! Követek minket ma, főnök úr. Igen. Jó reggelt! 14-ben nyomtál egy neknek-et. Most is kell. Azt mondják, megöregedett, már nem tud. Neked. Hol kell nevezni? És a homokos pálya hogy fekszik neked? Mentem már rajta. Ez, amiben nem szeretünk utazni. Mit iszol, kakaót? Kávé? Szoktál te is? Én is rá vagyok, már csak szervekre. Várja, nem. Már tegyük meg. Pisti, most, Pisti most forog, jó? Aha. Jó, a kulcsot fogy. Kösz, fiú. Isten, jó, kávé, a menő, benne, vodka. A menő meg van szerelő. Akkor mi sem vagyunk mennünk. Legekor Amasztó, ezt viszont. Tamás! Csoda, gyönyörű guma! Öcsém, ja, ezért mész ilyen jó, mi? Nem szaragolítunk. Valakinek problémája van velünk. Na, milyen volt? Csúszott mind az állat. Ja, láttam. Ja. Nagyon faszák az ugró. Wow. Pálya ultra. Majd lesznek nyomok, akkor jobban élem. Talán az alkorom nem burr annyira be akkor. És mi a titkos löty? Izosztár. Gyerekkorom óta volt az a kék. De még akkor nem éltél. Lehetett kapni a dózéba. Aha. Alul olyan, mint a kólás üveg, kólás doboz. És akkor azt toltuk. Bringás kaja. Aha. Szénhidrát? Nem tudom. Csak hiszek benn. De ezt megeszed, nem kell többet enni aznap. Szerintem a NASA fejlesztette. Akkor felküldték a Tibiéket a Holdra, ezt megetették velük. Tudom, a héten nem kellett neki enni. De azt ad, hagyjuk ma, nem? Ugrottad? Közepén ugrottad. De egyébként a szél itt zavaró. Én úgy mindig úgy... Nem, mégsem. Következőkre... Nem, mégsem, tudod. Akkor ennyivel előttem, hogy nekem meg se fordult a fejembe. Ez a pár év, tudod. Közben meg gratulálunk a Gabinak, mert fontosabb dolog történt a versenyzés. Ja, tegnap voltam biciklizni. Nem, a bébi született is, én gondoltam. Oh.
Idő nem olyan rossz, de kezem az jobb kezem. It's pretty good for you, but I'm famous now. Na? Még az a tudsz menni gyorsan, jó? Nem. Hát nem. Kori, légy szíves, egy kicsit mesélj a VB-ről, mert ugye te évekig elég komoly pontszerző pozíciókba mentél a VB-n, amit hát gyakorlatilag egy magyar se mondtad el magáról. 98-ban kaptam egy lehetőséget, kaptam a KTM-től egy 105-ös motort. Ausztriában volt ez a verseny, és akkor ott tudtam limited futni. Akkor 14-dik lettem az első futamba. Ezzel megszereztem életem, illetve Magyarország első VB pontját. És akkor elkezdtem kvalifikáción már top 10-es időket futni, aztán bebecsúszott egy top 10-es helyezés. De ezek mind ilyen, nem mondom, hogy széria motorral, de nem beállított motorokkal. Volt az MX-3-as VB, és akkor ott volt a KTM gyár is, és akkor ott sikerült megvernem egy párszor a KTM gyári pilótákat, sikerült nyernem VB futamot. 2005-ben jött egy ajánlat a Suzuki Németországtól, és akkor oda elkerültem. 2007-ben TK-val mentem, TK Suzuki-val, akkor elég gyors voltam, akkor ilyen lazán tudtam menni a 10-be, MX-1-es VB-n. Ha nem gyári pilóta vagy full gyári, azért nem annyira foglalkoznak vele. 2008-ban akkor jött egy ajánlat a KTM-től, Németországtól, hogy menjek KTM-mel. Ott is tudtam jó eredményeket, Lommelba, top 10, akkor sok top 10-es eredmények volt, 8-ba. Évvégén kiírtam a térdemet. És akkor egy pár évet kihagytam a VB-ről, ugye közben mentem Kanadába, 13-12-13-as Super Enduro VB-n, igen. És akkor az lett életem legjobb eredmény. Akkor voltak a top 3-as eredmények, meg összetettben 5-dik voltam. Hát talán amire még büszkébb vagyok, mint a VB, hogy tudtam menni egy X Games-et, amit magyar még nem hívták meg, mert ugye nem tud magad kvalifikálni olyan egyszerűen, hanem meghívás kell, hogy kap. Légy szíves, ezt neved, mert ez kellemetlen, jó, hogy is feljük neki a kezit, és már ki is fehéredett. És milyen jó kesztyűd van, Kori? Lick and love, baby! Jön nem sokára, fiúk, meg lehet venni. Meg ez volt a reklámhely. Thank you.
illetően hatalmas előnnyel ismételten futam győztes. A helyére billen az egyensúly, és már a szokásos helyén a 108-as KTM-es ifjabb német Kornél, hatalmas gratula! Épp az előbb itt volt a Gabi, aztán mondta, hogy mennyire szarú startolunk. Kijövünk a Stargépből, mint egy ilyen lassított felvédelő. Aztán Gabesz ment 2-3 gyors kört, próbáltam nem ledurantani az alkaromat. Aztán utána éreztem, hogy na akkor nem lesz olyan rossz az alkar, és nyomtam egy pár kört. Meg igazából a végig nyomtam a futamot. A futam egész jó volt, tehát igazából a tudás az megint meghatározta, és rányomta a bélyegét, hogy azért ezek az évek nem múltak el nyomtalan, úgyhogy rutinból, szívből, lélekkel megoldotta. Úgyhogy le a kalappal. Van a győzelem a 141-es startszámú Fugyec Eriknek MX Open kategóriában. Hajrá! Jó volt! Köszi! Föltelék! Föltelék, azt mondta! Hajrá, föltelék! Csak mi vagyunk ilyen motiváltak, pater! Ennyi volt? Ha, elfáradok nagyon. Hallod, az összes embernek le van pucolva, meg van csinálva a láz, csak az enyém nem, te meg csak lefújtad. Kategóriában az élen dupla futamgyőzelemmel a 108-as ifjabb német Kornél. A kettő a végében.